2024. szeptember 2-ától a MÁV felújítja a vasúti pályát Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomások között. Emiatt a Miskolc és Budapest között közlekedő Intercity vonatok menetrendje módosulni fog. Sátor-Aljaújhely felől a Zemplén Intercity-vel utazóknak Miskolcon át kell szállni Budapest felé. Egy másik vonatra, ez az Intercity Miskolc és Füzesabony között minden állomáson és megállóhelyen meg fog állni. Ugyanez igaz Hidas-Németi felől érkező Hernád Intercity-re, akik ezzel utaznak, azoknak is Miskolcon át kell szállni. Azonban szeptember 2-a és szeptember 22-e között Miskolc-Tiszai és Hidas-Németi között teljes vágányzár lesz, és sem a személyvonatok, sem az Intercity-t nem fognak közlekedni. Ezért, akik például Kassáról utaznak, azoknak pótlóbusz lesz biztosítva Miskolcig, vagy Miskolc felől az Intercity vonat. Szeptember 23-ától pedig ugyanúgy közlekednek vonatok, viszont Miskolcon akkor is át kell szállni Budapest irányába. Azoknak az utasoknak, akik a Tokaj Intercity-vel utaznának Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen útvonalon, nekik is Miskolcon át kell szállni egy másik vonatra. Azonban vannak bizonyos vonatok, amely külön menetrend szerint közlekednek, ilyen például az 582-es számú Tokaj Intercity, amely Vámosgyörg és Miskolc között minden állomáson és megállóhelyen megáll. Miskolcon erről a vonatról is át kell szállni egy másik vonatra, amely Nyíregyháza-Debrecen útvonalon tovább közlekedik Budapest nyugati pályaudvar felé. Mivel az Intercity Füzesabony és Miskolc között mindenhol meg fognak állni, ezért a személyvonatok nem fognak közlekedni bizonyos időszakomban Miskolc és Füzesabony között. Az 508-as és az 518-as jelzésű Intercity vonatok továbbra is csak az eredeti menetrendjükben szereplő állomásokon állnak meg, azonban Miskolcon ugyanúgy át kell szállni Nyíregyháza irányába. Az 5008-as és az 5009-es jelzésű személyvonatok helyett Emőd és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok fognak közlekedni. Az 5048-as és az 5021-es számú vonatok helyett a teljes vonalon Füzesabony és Miskolc között fognak közlekedni a pótlóbuszok. Szóval amennyiben szeptember és december között Budapest és Miskolc útvonalon közlekednél vonattal, utazás előtt mindenképpen látogass el a MÁV honlapjára, és nézz utána az aktuális vágányzáraknak és menetrendeknek.